Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Mészáros Zsolt vállalkozó, az Essen Kft. Tulajdonosa. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban. Köszönjük sokkal, jó napot kívánok a kedves tévénézőknek, szeretettel üdvözlök mindenkit. Merre járt az elmúlt időszakban? Elterjedtek olyan pletykák a városban, hogy esetleg bilincsbe verve elvitték a városból. Mi történt? Lehetett látni Önt? Nem lehetett látni? Hát voltak időszakok valóban, amikor nem lehetett látni engem Karcagon, de nem azért, mert amit tetszett mondani, a bilincs és a törvény lett volna valami összeütközésem, hanem az utóbbi időben igen sok lovas versenyen, lovas rendezvényen vettünk részt az országban, illetve még külföldön is. És akkor ezzel összefüggésben volt távol a várostól. Semmi, nyugtasson meg bennünket, hogy semmi törvénybe ütköző dolgot nem követett el. Egyáltalán nem, sőt, a városomra szerintem csak jó hírrel tértem haza, első, második, harmadik helyezéseket nyertünk lovaink, illetve a lovaim nyertek. Merre jártak? Mit lehet erről tudnunk? Augusztusban Farmer Expo-n vettünk részt, Debrecenben egy négynapos rendezvényen, ahol első, második, harmadik díjat hoztunk el. Egy nagy nemzetközi kiállítás volt tulajdonképpen. Utána Trencsénybe voltunk, Szlovákiába, ahol már korábban is kétszer dupla sampion győztes lett a lovam. Hódmezővásárhelyen is, itt áprilisban Hódmezővásárhelyen voltunk, most pedig Trencsénybe. Gratulálunk az elért eredményekhez, azt ugye mindenki tudja szerintem a városban, nincs olyan ember, aki Önt, illetve a családját nem ismerné. Sokan, sok gyermek eszik az Önök által főzött ebédekből, tehát étkeztetéssel foglalkoznak, emellett van Önnek, ugye tudjuk, egy másik szerelme, a lovak. Úgy ez van. Hova vezethető vissza? A ló szeretete. 5 éves, 6 éves koromig visszaemlékszek, amikor keresztapámnak volt egy fogata, ő fuvarozó volt, hivatásosan ebből éltek, több fogata is volt neki, és kisgyerekkoromban bizony, ha fölkapaszkodhattam a bakra, és az utca sarokig kikísérhettem, a gyeplőt fogva, az nekem volt a legnagyobb örömem. Ez olyan, mintha most mondjuk egy 5 éves gyerek beleül az apukája ölébe, és fogja az a kormányt, vezetget. Igen, igen. Később mezőgazdaság technikumot végeztem, ott újból közelbe kerültem a lónak. El kell mondanom, hogy nagyon szegény családban nőttem fel, nagyon szegény családban, kutyát nem tudtunk tartani, mert szüleim dolgoztak, közétkeztetésben étkeztek, nem volt otthon ételmaradék, és mindig azt mondták, hogy kisfiam, jószágot csak úgy legyen, nem most úgy szabad tartani, azt el is tudjuk látni, tudunk neki enni adni. Mikor vette meg az első lovát? Első lovamat 1998-ban, szeptember-október, így valahogy ebben az időszakban vettem meg 2 csikót, akkor is volt egy TSZ-ből egy felajánlás 2 csikóra, és lányomat fölhívtam, egyetemen tanult akkor, hogy kislányom, szeretnél lovagolni? Igen, apot, igen. És akkor én megvettem ezt a 2 lovat. Milyen lovak voltak ezek? 2 furiózó, egy kanca és egy mén. Önök létrehoztak egy Kun lovarda, ez a neve gyakorlatilag ennek a helynek. Mikor alapították és milyen ötlet nyomán? Tulajdonképpen ennek a 2 lónak kerestem én akkor a helyet, abban az időben, hogy hová tudjam elhelyezni, és a városgondnokság hirdette az istálót, a csődörös istálót, hogy bértartásba lehet lovakat vinni. Na én akkor ezt a 2 lovat oda vittem bértartásba, teljesen megnyugodva arról, hogy kifizetjük a 20.000 forint havi bérleti díjat, el lesznek látva a lovak, mind kimegyünk, amikor hobbizgatni szeretnénk, befogjuk a lovakat, vagy befogják a lovakat, kimegyünk kocsikázni, szánkázni, hát így indult az egész dolog. És akkor ugye említette, hogy megvette akkor azt a 2 csikót, megkérdezte a lányát, hogy szeretne megtanulni lovagolni, vagy szeretne lovagolni, lovagolta utána a lánya. Tehát volt-e gyakorlatilag, elérte a célját a csikóvásárlás? Igen, igen, annál is inkább. A lányom is lovagolt, de annál sokkal, sokkal nagyobb öröm nekem most az, hogy a 2 unokám. Most van egy 9 éves kislány, és van egy a márciusban töltötte a 2 évet kisfiú, és mind a ketten imádják a lovakat, és imádják az állatokat. A 2 éves gyermek már lovon ül. Az igen, gratulálunk hozzá. Hogyan indult ez a Kun lovarda? Akkor milyen terveket szövegettek, vagy mibe vágták bele a fejszélyüket, tudták-e már akkor? Vagy csak gyakorlatilag elindult úgy, hogy volt ott az a 2 csikó, hogyha hobbizni akartak, akkor kimentek, és utána hogyan fejlődött ez azzá? Valóban így indult el az egész dolog, hogy ez a 2 ló. Aztán később gondolkoztunk, amikor
megvásároltuk ezt az egész objektumot, amikor már nem csak bértartásban voltak lovaim, megvásároltuk, és ugye nagy az istálló, így lovakat kellett vegyek bele. És akkor feleségemtől, feleségem vett nekem ajándékba lovat, én vettem neki ajándékba, egymásnak kedveskedve, meg hát a gyermekemnek, a lányomnak, ugye most ilyen ló, olyan ló, úgy megmagyaráztuk szépen magunknak, hogy ez még kell, az még kell, tele legyen az istálló, hogy megfázzanak a nagy istálló, ugye 16 férőhelyes az istálló. Hát aztán ugye ezt nem gondoltam, hogy ennyire szapor a ló, el kell mondanom, hogy már 104 darab lovat is etettünk. Most visszafogtam magamat, sikerült belőle értékesíteni, 78 darab lovat etetünk pillanatnyilag. Ez igen, ezek milyen típusú, vagy milyen fajta? Magyar fajtaló, magyar fajtaló, és ezen belül is a Furioso North Star, ami a magyar nemzeti kincs, nyilvánították, és ebbe a fajtába vagyok én, azt mondhatnám, hogy úgy országos szinten igen jó helyen, ennek a tenyésztésében. Most a Kunlovarda hogy néz ki, milyen részei vannak? Mondjuk mesélj el azt nekem, hogy, vagy meséljen róla, én még mondjuk, ha nem jártam volna kint, akkor mit mondana róla? A Lovarda 7 hektáron fekszik itt a belső, azt mondhatnám, hogy a városban bent, nagyon szerencsés helyen vagyunk, Köves úthoz közel, van egy lovas udvar, magának a Lovardának az udvara, ahol van játszótér, ahol bárki, idegenek, bárki jöhet befelé ingyen bérmentre, tehát nincs belépődíj, nem szedünk belépődíjat, gyermekeknek játszóteret építettünk fel. Van egy kis leülési lehetőség ilyen családi rendezvényekre, mert 40-50 főt tudunk ültetni, általában hetenként szokott is lenni egy-egy névnap, egy-egy családi összejövetel, és hát van a nagy istálló. Az udvarba láthatók régi fogatos felszerelések, parasztkocsik, és a lóhoz kapcsolódó mindenféle szerszám megtalálható, amivel a lovas ember, a parasztember dolgozott. Milyen állatok vannak még ott kint a lovakon kívül? Hát a lovak után építettünk, alakítottunk egy paraszt udvart, megvásároltam egy szomszéd tanyát, ahol aztán mangalicát, szintén őshonos magyar fajtát telepítettem be, rackajú, merinóiú, ami nem magyar fajta, struc, emu, zebra, amit a lányoméktól kaptam, kuriózum. Kuriózum, hogy itt Magyarországon zebrát lehet simogatni a karcagi Kunlovardába. Vannak vaddisznójaim. De ők szelídek? Vagy? Szelíd, aránylag szelídek, igen, sőt szaporítom is őket. És van egy ilyen kisebb halastavam, amiben a legnagyobb hal 12,5 kg és 26 féle víziszárnyas települt meg rajta. Az igen. Ezeknek az állatoknak ugye emu, struc, zebra nem nagyon szaladgálnak általában egy átlag ember udvarán. Ezek milyen speciális gondoskodást? Egyáltalán igényelnek-e valami speciális gondoskodást, ellátást, kiképzett gondozót? Különösebbet nem, csupán az állatszeretet kell. Semmi más nem kell hozzá, állatszeretet kell, és annyira kézből lehet etetni. Elfelejtettem mondani, hogy van muflonunk, van dámvadunk. Elfelejtettem mondani. Őzikénk. Úgy most végigszaladt az agyamban, hogy mik is vannak még. Sok, tessenek eljönni és meglátogatni, és akkor személyesen is meg lehet rá győződni, hogy hányféle állatot találnak. A kilátogatóknak tudja, hogy melyik a kedvenc állata? Nekem van egy speciál egy kedvencem, a kis törpe fekete ló, nekem ő a nagy kedvencem, de mi az, ami előtt tudja, legtöbbet időznek, akár a gyerekek, akár a felnőttek, vagy mi a nagyon érdekes ott? Hát a törpe lóra visszatérve, a törpe ló is úgy indult, hogy kisorokámnak vettem 2 darab kis fekete kis lovat. Kis 85 centis kicsi lovat, csináltattam hozzá hintót, amit majd a mostani lovasnapon fognak is látni a kedves nézők. Az unokámat szeretném, hogy ő hajtaná a fogatját, és hátul a kis öccse. Két kis törpeló van, igen. De az egyik a fekete. Egyik a fekete, úgy van, az egyik az a fekete, mind a kettő mén, az egyik egy pöttyös, kis tiger pöttyös. De ennek az a neve, hogy törpeló? Hát amerikai törpeló, vagy amerikai miniló. Sokan keverik a Shetland pónival. A kedvenc állatok közé a zebra. Hát a zebra az, ami kuriózum. De még aztán elfelejtettem mondani, hogy 18 darab kutya. 18 darab kutya az udvarba, ami szintén magyar kutyák, puli, pumi, mudi, komondor, kuvasz. Magyar fajta kutyákat tenyésztünk, illetve tartunk. Szeretjük őket.
Milyen programok tudnak szervezni azoknak, mondjuk, ha én oda telefonálnék, hogy kedves Mészáros úr, jönnék egy társasággal, mi az, amit tudnának nekünk kínálni, hogy ott eltöltsünk akár egy vagy akár két napot? Hát megérkezéskor meg kell, hogy említsem, ami nagyon fontos, a pogácsa és a pálinka. Ugye a magyar ember, ha eszik, hiszik, már akkor azt nem lehet. Utána általában úgy szoktuk egy városnéző kocsikázásra elindulunk, egy-két-másfél-három óra, attól függ, hogy mekkora kölcsön van a városba, város nevezetességeit megmutatjuk. Hány ilyen kocsia van? Egy-kettő-három. Három ilyen limbo hintón van. Limbo hintó, igen. Kettő nagyobb, egy kisebb. 25 személyesek darabonként. Velük szoktuk ezt megoldani, ezt a városnézést. Szélmalom, szélmalmi fogadóház, múzeum, daráló múzeum, millenniumi emlékmű. Millenniumi emlékműnél meg kell, hogy említsem, hogy ha szembeállunk az emlékművel, a baloldali ló az tulajdonképpen az én lovam, ez a North Star 191-es öcsi nevű furiózó North Star, arról mintázta Györfi művész úr. Egy hétig volt kint, amikor ott beállítgattunk neki a lovat úgy, ahogy szerette volna. Jó modell volt? Jó, nagyon jó, és jó is sikerült a kép, felismerhető. Tehát akik a lovat ismerik, mindenki felismeri a lovat benne. Tehát elmennek egy városnéző kocsikázásra, limbohintóval. Utána visszaérkezünk, általában ez egy déli időszak, ilyenkor egy tál ételes ebéddel, egy babgulyással, egy parasztkiflővel vendégeljük meg, és délután pedig lovas programot tartunk a kedves vendégeknek, csikós bemutató, pusztaötös bemutató, esetleg ha a gyerekek vannak a társaságban, balacfogó versenyt szoktunk még. Obodásoknak tolszedő verseny, mert ugye mivel sok baromfi van, elég sok toll van az udvarba, ja, én szoktam egy ilyen tolszedő versenyt, óriási, csodálatos. Kitakarítanak a gyerekek, játszva kitakarítanak, észre se veszik ezt a kis húzzutságot, és akkor mondom, számoljátok, 157-nél már ugye a kis obodás gyerek megakad, akkor már keveri a számokat, de minden gyerek kap egy-egy ajándékot, valamilyen emlékkel tér haza. A csikós bemutatót azt hogyan tudják biztosítani? Hát vannak kiképzett lovaim, és vannak kiképzett csikósaim. Sőt, hát büszkén elmerem mondani, hogy még vidékre is járunk el. Hortobágyra is szoktunk járni csikósba mutatóra, fölkérnek bennünket, és az ország több városába csikósba mutatóra járunk. Mennyire látogatott a Kun lovarda? Hogyan értékeli így az elmúlt éveket? Ugye említett, hogy 98-ban hozták létre, hát gondolom volt egy időszak, amíg ez felfejlődött a mostani állapotát tekintve. Hát sajnos nagyon érződik az, hogy szegényednek az emberek. Nagyon érződik, egyre kevesebb ilyen fizetőcsoport, így mondom. Tehát a fizetőkereslet az nagyon gyenge. Vannak-e visszatérő csoportjai? Vannak visszatérők, sőt, családok jönnek Olaszországból, Németországból, Svájcból, hála Istennek. Honnan érkeztek eddig a legmesszebbről? Van-e valamilyen statisztikájuk, vagy hogy emlékszik erre keresztlányom vissza? Keresztlányom még Amerikából. Hirtelen ez jutott eszembe. Aki esetleg szeretne lovagolni, vagy szeretne megtanulni lovagolni, az hogyan veheti fel önökkel a kapcsolatot, vagy milyen lehetőségeik vannak ma akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek erre? Van lehetőség, a lovaglásra nálunk vannak lovasoktatók, három lovasoktatónk van, ugyan a hölgy, a Dórikám az most éppen szült, ő csinálja a gyógylovagoltatást, Vince Dóri, és most született kis családjuk nekik, de azt mondta, hogy már egy hónapban szeretne újba jönni és lóra ülni. Azért kérdezem ezt, mert láttam ilyen különböző internetes fórumokon, hogy pontosan Dórira vonatkozóan, hogy szeretnék rokongyereknek, ismerősnek lovas oktatót keresni. Mert pontosan azért, mert ő ugye anyai örömök elé nézett. Tehát ő ugye, ha jól tudom, akkor lovas terápiával foglalkozik. Úgy van. Akkor ezt ketté kell ugye választani, ezt a dolgot. Van lovagoltatás. Van lovagoltatás, és van egy gyógyterápiás lovagoltatás. Igen. És hogyha mondjuk én szeretnék megtanulni lovagolni, akkor kimegyek, önnek szólok, vagy hogy működik ez? Hát először ugye nekem szoktak szólni, aztán rögtön áthárítom Teleki Zoltánra, aki most jelenleg a bűnügyi osztály vezetője pillanatnyilag. Imádja a lovat Zoli, ővel szoktunk járni versenyekre, és van egy Rápolt István nevű fiatalember, aki szintén lovagoltat nálam.
és ő felé szoktam irányítani, utána megadom a telefonszámokat, és a szülők vele veszik fel a kapcsolatot. Hogy szokott ez működni, akiben mondjuk van egy ilyen fellángolás, főleg egy kisgyerekből, hogy én most szeretnék megtanulni lovagolni, akkor utána kijárnak ők, vagy azért van olyan, aki azt mondja, hogy hát én inkább félek, olyan nagy ez a ló, meg olyan nagy a foga. Érdekes, érdekes dolgok, amikor jönnek a szülők, és akkor második alkalommal, hát tud már lovagolni a gyerek, mondják, hogy mondom, lovagolt, hát hogy nem tud lovagolni. Hát a szülőknek sajnos több része azt tudja, hogy ha már fölült a gyerek a lóra, akkor az már tud lovagolni. Sok időnek el kell tenni, hogy valaki azt mondhatja, hogy ő már tud lovagolni. Évek, azt mondom, hogy évek. Vannak tehetséges gyerekek, 8-9-10 évesen, szívesen meg tudom mutatni, hogy milyen ügyes gyerekek vannak nálunk. Aztán vannak félénkebbek, vannak akik kitartóak. Például most eladtam egy lovat Tiszafüredre, és úgy óva intettem a szülőket, hogy úgy majdnem, hogy magam ellen beszéltem, amikor azt mondtam, hogy gondoljátok meg, nem kísértékről van szó, nehogy az a kislány később meggondolja magát, és kellemetlen lesz, hogyha volt már előttem ilyen példa, hogy nagy föllángolás, lovat veszünk, aztán fél év, egy év is kész, lelombozódik ez a nagy lóimádat. Ez a kislány, ezt azt mondhatnám, hogy különleges. Ami szabad ideje van, azt itt tölti a lovardába. Szíve szerint haza se menne, itt aludna. És a baráti akkor körből az igazi lóimádat, lószerelem, szereti a lovat, ápolja, mert ugye a lovat nem csak lovagolni kell, meg kell takarítani, meg kell letetni, ápolni kell. És ez a kislány most úgy néz ki, hogy magával rántott egy másik családot, mert ezt a kislányt az édesapja hozta, aztán nem mindig tudta áthozni az édesapja, és a családban volt egy másik család, megkértek, hogy vigyétek már Mercikét lovagolni, hozták, jöttek, és most éppen ma délután fogunk leülni egy ilyen megbeszélésre, hogy ők is lovat szeretnének maguknak, mert nagyon megkedvelték ezt a sportot. Hála Istennek vannak ilyen szülők. Melyik is. Melyik lovára a legbüszkébb? Van-e kedvenc? Van. Büszke vagyok arra a lóra, amit legelőször megvettem én tulajdonképpen. North Star Gyurika, így hívták, hogy Gyurika. Ez a ló elkerült tőlem Szolnokra, Németországba és most Svájcba van. Ez egy Furioso North Star, itt született az a ló, North Star, és ebben a fajtában, Svájcban ő képviseli ezt a fajtát. Eltelt sok év, ennek a Gyurikának az anyukájának született töccsikója. Mondhatnám azt, hogy van egy ilyen kanca család, az ékes kanca családja, amiben kiemelkedő alanyok vannak, például az Elza. Az Elza nemzetközi győztes, kétszeres champion, győztes ló, ebbe a fajtába talán egyedi. Ennek az Elzának vannak testvérei, fiú-lány testvérei. Fiú testvére szintén ismét Gyurika. Azért lett Gyurika, mert mivel az első Gyurika, az kikerült Svájcba, az már ugye ez nem lesz a miénk többet. Kell egy Pót Gyurika. Színbe fekete, anyáról testvérek, apáról már nem testvérek. Sajnos ennek a lónak, a Gyurikának az apukája elpusztult, anyukája még él. Tehát aztán ebből a családból vannak azok a lovak, amik kiemelkedő egyedek. Amit most Debrecenben is, amivel első díjat nyertünk, szintén ettől a szülőktől származó ló. Mi az, ami, vagy milyen állat az, ami még hiányzik a Kunlovardából? Gondolkozott-e már az, hogy esetleg vesz egy oroszlánt, vagy egy vízilovat? Vízilovat. Vagy lehetne esetleg? Volt egy időszak, amikor a vízilovat... Lehet vásárolni egyébként? Lehet. Rettenetes bonyolult az engedélyek beszerzése. Hát az zebrához is, az zebuhoz, mert úgy hívjuk, hogy zebu, az zebrához is 7 helyről kellett engedélyt. Magyar Állam vasutaktól is engedélyt kellett, mert 200 méteren belül van a vasúti sín, és azért engedélyt kellett onnan is kérni. Mert veszélyes a zebra? Veszélyes, igen, veszélyes vadállat. Ennyi az egész, hogy vadállat. De hát aki ezt látja, hogy ez mennyire veszélyes, amikor kézbe letetik az óvodás gyerekeket. Ezt akartam megkérdezni pont, hogy őt lehet simogatni? Lehet simogatni, lehet kézbe letetni, de nagyon óvatos vadállat. Nagyon óvatos. Tehát benne van. Nagyon szeretném azt, hogyha sikerülne szapor
szaporítani, próbálkozunk, van egy póni lovam, van egy, most vettem neki egy csacsit, egy fehér csacsi csődört, és abban megpróbáljuk, mert nagyon-nagyon nagy ára van a zebra ménnek, tehát az apa állatnak, óriási drága. De az, mi, az milyen állat lenne, hogyha csacsival lenne? Minek is olvastam, Amerikában született, zebmár, zebmár. Aha. Aha. Ugye a szamár, meg a zebu létezik, van is képem róla, csíkos csak a lába és a teste szürke. Zebmár. Ez az állat hiányzik még, vagy hát, van esetleg még valami, valami vágy? Púpos teve még, azt emlegetik a gyerekek, a púpos tevét, azt emlegetik. Azt lehetne itt találni? Lehetne, igen, lehetne. Balatonon vannak is egy-egy ilyen állatkertben, ilyen vadasparkban vannak púpos tevéből. Ha jól tudom, akkor az idén megint lesz lovas napok. Karcagon. Igen, hát bizony. Erről ön esetleg tud-e nekünk valamit mondani? Szeptember 29-én szombati napon lesz lovasnap, Karcagon újból ismét, mivel tavaly nem volt, ismét örömmel mondom, hogy lesz lovasnap, és sajnos csak az egyik sportágban tudunk rendezvényt csinálni, a fogadhajtást ezt megtartva. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további jó munkát kívánunk, és szerintem a lovasnapokon találkozni fogunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Köszönöm, hogy itt volt, mára megköszönöm figyelmüket!